feleségem azt el kell mondanom, hogy aki szeretne dárcozni, az január utolsó hétvégéjén, most kivé, elnézést kérek, de budapestiekhez szólok, a vidéki versenyekről sajnos most nem tudok megmondani, de szám az ottani lebonyolítás is van. Nyílt versenyek vannak Budapesten, a Maglódi út 25 szám alatt minden hónap első hétvégén, ez most január utolsó hétvégéje lesz, és aki ki akarná, vagy ki szeretné próbálni magát mind a két szakákban, szombaton és vasárnap indulhat. Szombaton stílverseny, vasárnap szoftverseny van, lányoknál fordítva, és lehet indulni. Ki lehet próbálni ezt a játékot. Gyuri, egyébként nyíregyházai, nyíregyháziaknak mit tudsz tanácsolni, vagy a régió? Fel kell menni a darts.hu-ra, ott rá kell menni arra a linkre, ahol rajta van a... várjál meg, hoppá, közben lesz kiabálnod egy... kell. 180! Bocsánat. Hát tehát visszatérek, az a lényeg az ott... Volt, tényleg ilyen NK-presztes a nézőket, sokkal hangosabban. Már írták is, hogy felébred a gyerek. Nem, tehát mindenkinek megvan a helyi szervezeteknél, hogy mikor vannak a versenyek. 5 darab 180-at dobott. Barneveld, Jenkins még egyet sem. Azért ez is furcsa, hogy Jenkins nem tud 180-at dobni. Kézzed, és úgy is ki lehet kapni, hogy dob 180-at és nem dobsz kiszállóra. Igen. Kérdezik tőled, hogy ki lesz majd a döntőbe és ki fogja nyerni. Hát még korai megmondani, nem? Hát Phil Taylort azt én 80%-ra veszem, a mostani játék alapján pedig szintén 80%-ra veszem Barneveldet. Dobos Tímeáról nem emlékeztél meg a jó... Sok mindenkiről nem emlékeztem meg. Volt, ő is világbajnok volt, igen, long time ago for away, ugye? Ahogy a Star Wars-ban mondják, igen, ő is ő nagyon... Hát nem azt mondom, hogy régen, mert még fiatal asszony, vagy kisasszony még, de ő is az volt. Pontos számadatot kellene mondanod, hogy Heves megyében hány darts klub van? Jó. Hányos a lába? Kérdezd meg tőle. Hát most nem tudom. Várj, éten dupla 20-an majd, így ezt elhozottam, dupla 20-an dobott egy ötöt. Mint hogyha mellé ment volna. Na, Jenkins kiszállhat, és akkor végre egára hozhatja a harmadik szettet. Le fog csúszni. Ahogy kiáll, lecsúszik a nyila, és nem tudsz belemenni. Ez még jó lehet. Jenkinsnek fejbeli problémái vannak. Na, jön egy hármas. Az megvan. Dupla 16, az is lehet. Kérem tisztelettel hasonlítanám össze most szívesen Barneveldet. Barneveld majdnem, hogy úgy játszik, mint Taylor, tehát hogy első nyilakra szállt ki. Hát de összejön az álomdöntő jövőre, ami két nap. Január 1-én van egyébként ugye a döntő. Este 8:45-kor elvárunk mindenkit a televízió képernyők elé, legalábbis a Sport 2 elé. Mert hát akkor láthatják a döntőt, még soha nem mutatkozott senki, aki megnézte a döntőt. Ez szép, 134, nagyon jó. 100-re 134-es válasz. Na Barney, agyind. Na, összön a harmadik. 180! Alakul. Látod, még meg is mutatnak, hogy hogyan kiaválsz. Mennyire örülök. Gyerünk Barney, még egyet. Tripla 20, még egy tripla 20, majd egy bull. Úgy most jön a bull 36-os kerekítőre. Elhibázza! Dehogy így, 165-öt dob és maradt 16-ja. Jó, hát halkan mondtam, nem hallották sokan, ugye? Há, nem. Azért 16. Durva. Viszont a 16-ra nagyon simán meg tudom mondani, hogy dupla 8-a kiszállhat. Ez jó, ügyes vagy. Ugye? Kérem, írjanak SMS-t Péternek, hogy tudsz számot. Nem véletlenül ülök itt melletted. Aj, de sokkal dupla 11! No. Na, de hát nincs a gondolom, mert 260-nal még nagyon-nagyon messze van Jenkins. Akár, hogy számolom, ha ezt jó számolom, várjál csak. 140, 180, 165. Ezt megdobta a 180-at, és várja, a tizedik nyílal kiszállhatott volna. Na. Egyelőre nem. Ajajajajaj. Elrontja a 10 nyilas helyet, elrontja. Na most jött a fricska Jenkins. Gyerünk, tripla 20, dupla 10. Nincs meg, sima 20, dupla 20. Már megint kiáll, ez nem jó jel. Állj vissza. Le fog esni a nyíl. Tévedtem. Na. Tévedtem. 2-1. Mondta a nyúl. Igen. Hát azt hiszem, hogy itt perfect. 140, 180, 165, és marad a dupla 8. Az az meleg, nem? Igen. És ő dobta a 9 nyilasat, kérlek szépen. Mondd el azért a nézőknek, hogy jelent 9 nyilasat. Tehát az a lényeg a 9 nyilak, tehát az a tökéletes darts, tehát a perfect game, perfect darts, vagy a play, amikor 9 nyilat fejeznek be, hát itt is fel van dobva valami pénz, hogy mennyi, azt most pontosan nem tudom, azt szerintem Berecki Béla barátom tegnap elmondta,
Na nézzük, kezdi megint? Azt hittem megint megbolondult. Nem. Csak egy százas. Hihetetlen. Van, egyébként van már flankulbod, azt mondhatom. Na. Azt írták neked, hogy a párom utálja, hogy kiabálod a 180-at, ezért kizavartam a szobából, úgyhogy csak folytathatod nyugodtan. Szegény azt mondja, nem tudom, majd elküldöm e-mailbe neki. 100. Dobás stílus. Ugye mindenki egészen másképp dob itt a profik között, lehet csemegézni. A stílusok jó, között, persze. Igen, kinek mi a jó. Hát ki de aki nagyon nagyot akar látni, az hogy a következő meccset természetesen élőben Phil Taylort kell megnéznie. Nem. Le kell itt 156-ra. És Andrew Hamiltont. 85, ájj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 áj
első ott van, ez most jól lát Belanyi, az is ott van, dupla 18, azt a betyár mindenét. Nem sok hiányzott. Általában a hollandok mindig dupla 18-as szállnak ki. Itt már nem lesz kiszám. A hollandoknál ugye az van, hogy 121-re maradunk, ugye mondjuk a 12. nyíl után, és ők kisbull 60-36-as szállnak ki, az angolok az 60-51 dupla 8, vagy 60-17. Nem. 50, amit akarsz. Megint nem. Fitoltató. Na, alulra belefér-e. Nem. Ugyanoda dobta. Na, Jenkins újabb. Ajajajajajaj. Hát, lehetőség előtt. Tripla-dupla. NBA action. Azt hiszem, hogy igen, ez nem olyan nagy feladat azért. Na. Így már egy kicsit más. Két dupla? Nem jön. Dob. 59-e marad, na nézzük. Sok útja van, hogy póker nyelven beszélje. Mi értesz ahhoz is? Hát egy picit. Azért. Nézzük. Nem. Mindet oda dob a drótra. Most hát a világ 6 nyilat elpackázik. 6 nyilat a kiszállóra. Kár érte. Hát de miért? 19 dupla 20 ajánlja a számítógép Jenkinsnek. Kérdés, hogy ő mit dönt? Hát ez a legegyszerűbb. Ugye mindig páros számnak a duplájára kell maradni. Ha érdekel, hogy miért elmondom. Ha nem, akkor nem mondom el. Engem? Téged nem, jó. Tehát az a lényege, figyeld, dob egy 19-est, és ha elrontja a dupla 20-est, és belülre dobja, így, ahogy most, akkor még a dupla 10-re ki tud szállni. Így? Így. Ezt még én is megértettem tőle. Hát de nem hiába. Tehát, hogy esélyt adjon magának arra, hogy kiszálljon. Na, 2-2. Nem izzad. Alakul. Na, és ugye tovább. Jenkins dobhat majd a 3-2-höz. És szépíthet. Ráfér. Jóha. Na. Na. És... Ajj, de kár érte. Majdnem beleugrottam. Igen, nagy levegőt vettél, láttam. Igen, kellett volna. Jó az. Ugye a dárc alapszabálya ilyen szinten már előről. 4 kör, hátulról 3 lehet. 180! Hát így. Ezt kell nekem elviselnem itt hosszú-hosszú órákon menjél keresztül. Menjél ilyen, Zani, hozzám valami tinnyet. Hát az a baj, hogy túl jó ez, tehát... Ez kész. Ez nagyon-nagyon jó. Na, de dobjál még egyet, hivatalból, nem akar. Le. Úgy. Tudod, még kellett ledobni? Mert 263-ra, ha 100-at dob, akkor 163. De hát ezt már így mondtam neked. Akkor ne tesztünk. Na, itt a következő. Pár órát. 180! Repkednek. Mondtad, hogy nem dobott 180, most már dobott 2-t. Na, véget kéne, oda néz. Ezt elrontott a 93, tripla 19. Megvan, marad a 36. 122-vel. Na, 106 tripla. Megvan, dupla 20. Na, gyere, 20 bárbe, Jenkins. Az Isten fáját, tehát ilyen pekes manust nézd meg! És akkor... Pedig ha most 2-1 lett volna, mekkora sansza lett volna tovább menni, nagyon összeszedte magát. Dupla 18 a holland kiszállóba, bár ne várnak ott a remek lehetőség, de az imént elpackázta. Nem fogja. Na most nem. 3-2 és 3-0 a javára. Igen. Ugye 6-ot kell nyerni, magát. A felét már összegyűjtötte. Pici pihenő, azt hiszem, láncfél. Igen. Ami a képernyőn van, így áll jelen pillanatban az elődöntő. Barneveld 3-0-ra megy Andy Jenkins-szel szemben. Kíváncsi vagyok azért ilyen Jenkins.